Füstös hangulatú a múlt századot megidéző koncertet adott Pokorni Lia szerda este a Meggyasszai házban. A Retró kávéházi esték fellépése nagy sikert aratott. A programsorozat ősszel folytatódik. Az ismert színész néhány évvel ezelőtt hangszálgyulladással küzdött, és gyógyulása során énektanár segítségét is igénybe vette. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy szeretné kipróbálni magát a zenés műfajban. Füst című estjével tavaly óta járja az országot. Az este repertoárjában más művészek mellett Edith Piaf, Audrey Hepburn, Shota Irén és Ella Fitzgerald dolog is helyet kaptak. Az elődők azért olyan mély nyomot hagynak, ami, amit úgy is érdemes, vagy úgy végig gondolni, hogy másolni nem lehet, mert csak ő tudja úgy, tudta úgy. Viszont mégis megidéződnek azok a, azok a csodák, akik, akik ilyen hatással voltak ránk attól, hogy hogy az ő dalaikat énekeljük, tehát óhatatlanul ott vannak velünk, de akár a, az összekötő szövegekben is, ahogy egy-egy ahogy picit megelevenítjük, vagy megidézzük őket, ez is nagyon-nagyon ez is fontos. A zenés szerzemények között a színésznő által írt, az életéből vett rövid humoros történetek hangoztak el, amelyek a dalokhoz is kapcsolódnak. Pokornéliát Grózs Zsuzsanna kíséri zongorán a fellépésein, a két művész között hamar kialakult az összhang, az estek zenei palettáját közösen állítják össze. Az angolista úgy látja, minden generáció felfedezheti a számára befogadható műfajokat. Úgy vettük észre, hogy mindenhol igazából vastaps van, is, és nagyon-nagyon szeretik, és utána írnak nekünk, hogy jaj, mennyire jó volt. Ö... Szóval szerintem nagyon, nagyon-nagyon veszik, nagy, valahogy, valahogy visszavarázsol egy ilyen, ilyen régi hangulatot a, a, az egész előadás, ami picit mai van téve az összekötő szövegekkel, és szerintem ezt a, tehát azt veszem észre, hogy, hogy nem csak az idősebb korosztály szereti, hanem a fiatalok is nagyon-nagyon szokták élvezni. A Retro Kávéházi Esték programsorozat ősszel a Medgyasszai Házban. Pokorniliával bővebb beszélgetést láthatnak kulturális magazinműsorunk későbbi adásában.